A 2011-es közbeszerzési terv módosításáról tárgyalt a Városüzemeltetési Bizottság Sátoraljaújhelyen. A közbeszerzési terv folyamatosan módosul, az utóbbi alkalommal egy iskolai közbeszerzés, illetve a Ronyva-patak kivitelezési és engedélyezési terve került nagyító alá. Ezt a tervet törvény előírásnak megfelelően minden évben frissíteni kell, és szerencsére van miért frissíteni, hiszen menet közben rengeteg új pályázat jelenik meg, amire a város mindenképp és minden időben megpróbál pályázni, és szerencsére sok sikeres pályázatunk van. A közbeszerzési pályázatok előterjesztésével folytatta munkáját a bizottság. Két területet vizsgáltak meg a tagok. Az egyik volt a temető üzemeltetése kapcsán korábban kiírt pályázat, működtetésre szóló pályázat. Egy érvényes ajánlat volt, és a bizottság a ajánlatot megfelelőnek találta a kiírt szempontok alapján. Így a Virágkertem Kft. Üzemelteti a későbbiekben a temetőt továbbra is. A vállalkozó vállalta, hogy minden évben egy 22 férőhelyes urnafallal bővíti a meglévő kapacitásokat. A másik kérdéses téma volt az orvosi ügyelet kapcsán meghirdetett pályázatra beérkezett ajánlat. Nem hirdettünk győztest, mivel a költségek, amiért a pályázó vállalta volna ennek a szolgáltatásnak az elvégzését, meghaladja a Sátoraljaújhely város költségvetésében erre szánt keretet, úgyhogy ezt érvénytelennek minősítette a bizottság ezt a pályázati eljárást. A harmadik pont pedig arról szólt, hogy a múlt évi 55 millió forint értékű útfelújításra bankok számára írtunk ki egy, illetve meghívásos alapon egy pályázatot. 5 banknak küldtük meg az ajánlatot, hiszen ezt tudni kell, hogy ez hitelfelvétellel tudtuk csak biztosítani, és az ezében válik esedékessé ezeknek a kifizetéseknek a teljesítése. A Városüzemeltetési és Közbeszerzési Bizottság ezentúl jóvá hagyta a Zemplén Kalandpark szervezeti és működési szabályzatát, valamint az Idegenforgalmi és Környezet Védelmi Bizottsággal együtt a 2010 évi zárszámadási rendelet tervezetet.